Sziasztok! Voltunk ma vásárolni egy ilyen gyorsatal időbe. Mutatom, miket vettünk. Vettünk egy zérós kólát, Coca-Cola. Vettünk egy lidülös szőlőt. Ez a kettő tök iható üdítő. Nem olcsó egyik se, de szeretjük. Vettem egy Domestos utánzatot a Lidlbe, mert ez jó, nagy kiszerelés is olcsóbb, mint a Domestos. Azt hiszem, hogy ez elvileg 1 liter, majd csak megtalálom, ez egy 1 literes kiszerelés, és olcsóbbra jön ki, mint a Domestos hatásában, meg ugyanez, körülbelül. Vettem 2 ilyen sima törlőkendőt, ez a 35x35-ös, vettem 2 sárgát, mert ezek voltak a vastagabbak, úgyhogy takarításhoz. Vettünk egy WC papírt, ezt a 4 rétegű prémiumot, 2190 forint, vagy mennyi volt? 10 tekercses, és ugyanannyi árba volt, mint a 3 rétegű 8 tekercses, talán nem akarok hülyeséget mondani, a báránykás, amit az elfogytakban mutattam nektek, úgyhogy ezt hoztuk, mert ez vastagabb is, meg több van benne, jobban jön ki árba. Aztán mit mutassak? 2 főtisztító pálcika, ez a lidülös, én ezt nagyon szeretem, egy kell a fiókomba, egy kell a fürdőbe, ez ugye mindig kell sminkeléshez is. Vettem olyan 2 kiló, 2,5 kiló almát, volt ilyen ömlesztett alma, amiből lehetett válogatni. Ha jól látom, Ida Red, vagy olyasmi jellegű, úgyhogy majd megpucolom és megrágcsáljuk. Vettem melóba 2 zöld Orbitot. Orbit nélkül nem megyünk dolgozni. Aztán szintén bentre vettem ilyen meggyes cukorkát, mert nagyon szeretem, ha van a zsebembe. Vagy rágó, vagy cukorka, vagy rabbi, vagy valami, nem tudom, én így élem túl mostanság a műszakot. Vettünk 3 tábla egész magyarós csokit. Ez nagyon finom a Lidlbe, ez tejcsoki és egész magyarós, és van is benne rendesen magyaró, úgyhogy nagyon fincsi. Egyébként azt néztük, hogy a kasszánál, ugye az ekkora piros magyarós, annyiba kerül, mint egy 10 dekás tábla csoki a Lidlbe saját márkásból, és ez nagyon finom ez a csoki. Vettünk a WC-be ilyen bref levendulás és levendula és mit tudom én, milyen illatú levendula, meg ez a sima illatú. Ott vitatkoztunk, hogy citrom legyen, vagy levendula. Apa azt mondta levendula, én nem szeretem a levendulát, de azt mondta, a citromnak meg nincs illata, úgyhogy levendula nyert. Bref klasszikot vettünk. 4 darab pudingot, 2 csoki, 2 vanília, szeretjük ilyen hirtelen nasinak. Vettünk egy rakás ropit, ez van vagy 7 csomag, nem tudom pontosan. Ebből viszek bentre a zsebembe is, meg apa itthon nagyon szereti ezt a fajtát így elrágcsálni. Vettünk egy egész guriga trapista sajtot, mert én már majd megcippanok a sajté. 2690 volt kilója, 3683 volt maga ez a guriga, és 1 kiló 36 dekás, 37 dekás. 6. hó akármeddig jó, de ezt szét fogom negyedelni, és bedobom a fogyasztóba, hogy legyen itthon, mert már sütét is sütnék ilyen sajtosat, meg hát azért jó lenne néha tésztához, vagy szendvicsbe, vagy sajt szóra, azt nem nagyon kell megmagyarázni, úgyhogy végre vettem. Vettem egy pulykamel sonkát, egy 78% hústartalmút, meg egy paprikás szalámit, mert van itthon 2 csirkemel sonka szendvicsnek a 4 napra, de hogy biztos elég legyen, inkább vettem még. Más nem is vettünk, és tényleg nem vettem. Jön, de hazudok, mert még van egy fólia víz valahol. Egy fólia vizet vettünk még, meg energiaitalt, de azt nem tudom, hogy hova tette apa, és így fizettünk 18.000 forintot, úgyhogy ja, nem kevés, de most hirtelen ezek kellettek. Úgyhogy ez egy ilyen kisebb bevásárlás volt a Lidlbe. Volt egy Lidlös bevásárlásunk, most vagyunk pünkösd előtt, és kellett pár dolog. Mutatom is. Vettünk 2 szőrős, ezt a freeway-es üdítőt, 2, vettünk egy meggyeset, ezek aránylag jó árban van és finom üdítők, úgyhogy általában ezeket szoktuk, vagy éppen ami akciós, de ez a 2 jött most velünk. Vettünk ilyen hazánk kincse lúgos vizet,
és ezt én már fel is bontottam, mint ahogy látszik is. Vettünk kettőt, mert mindig eszembe jut, hogy Adél anyukája mondta, hogy el vagyunk savasodva, úgyhogy időnként jó, ha iszunk lúgos vizet, úgyhogy ezt a két üveget én most egymás után meg fogom inni. Nem mondom, hogy a kedvencem, bár ha már ugye az üveg felénél tartok, akkor már teljesen jól el vagyok vele. Úgyhogy lúgos víz kúrát fogok tartani, hallgatunk a szakértőkre, úgyhogy igen. Vettem egy ilyen formél mosószert, ugyanis azt hittem, hogy a pervol akciós lesz a Lidibe, de nem volt, úgyhogy vettem egy ilyen kicsit, majd vadászok valami nagy kiszerelésű, jó árba lévő mosószert is, ez 1100 forint volt, tök jó áron volt, én meg szeretem a formélt, úgyhogy most ez jött velem. Vettünk egy sajtos vagy vajas popcornt, azt így nasikának, kettő őszi barack befőttet, mert gyümölcslevest szeretnék csinálni, és bírom úgy fordítani, igen, őszi barack befőtt, kettő, meg négy üveges medgyet, gyümölcslevest lesz, hát nem tudom, hogy a feléből csinálom, vagy az egészet megcsinálom, majd meglátjuk, hogy hogy adja ki a fazekat, de nagyon, nagyon szeretjük a gyümölcslevest, úgyhogy most ez lesz. Aztán vettünk sertés párizsit, ezt a hazánk kincse jellegű pikok párizsit, 84%-os hús tartalma van, meg csirkemell sonkát vettem 92% hús tartalommal, ezeket szeretem. Vettem egy pudingot a gyümölcsleveshez, puncsos vagy epres pudinggal szoktam, de most beírom a vaníliással is. Vettem tömlős sajtot, sonkásat, meg egy sima tejszíneset, mert lehet, hogy csinálni fogok egy ilyen sajtos, sonkás tejfölös tésztát, ha van itthon tejfölöm, na azt nem tudom, hogy van-e, de lehet, hogy kutyulok majd magamnak egy olyan tésztát, mert a kolléganőm mondta, hogy ilyen tömlős sajtos, sonkás tejfölös tésztát csináltam múltkor, és azt úgy megkívántam, hogy így fincsi. Kettő margarint vettem, meg kettő papírzsepit, ami négy rétegű, és nagyon szép ez a csomagolás, tehát ez úristen, de nektek tetszett. Meg sütis csomagolású dobozos papírzsepit is vettem, mert ez meg nagyon vidám, ultra soft. Ez a papírzsepkendő nem a kozmetikai kendő jellegű, úgyhogy ezeket vettük. Mit nem mutattam? Vettünk három kigyóbit. Csak így megenni, nem feltétlen salátába, hanem megenni. Jó áron volt, 188 vagy 189 forint volt most a Lidibe. Én azokat a kígyóborkákat szeretem, ami hosszú és vékony. Már láttam máskor, hogy van, aki a vastagot keresi. A vastagot nem szeretem, mert abban sok a mag. A hosszú vékonyba viszont kevés a mag, úgyhogy én ezeket szoktam vadászni. Vettem magamnak egy sós hántolt szotyit. Ez nagyon finom. Nagyon gyilkos, de nagyon finom. Vettünk joghurtot, barackosat, kettő erdélygyümölcsöset, meg kettő medgyeset. Ez is most akciós volt, 380 forint. Vettünk ezt a féltartós tejet. Mi ezt szeretjük, hogy a gyümölcsleveshez is kell, meg eláll a hűtőbe, úgyhogy ezt szoktuk általában venni. Egy olyan körülbelül másfél kiló paradicsomot, ezt úgy válogattam, mert össze-vissza volt nyomódva az összes, lila hagymát, nagyon zsíros kenyérehetnékem van, sóspálcika, mármint ropi, ezt a csomagosat jobban szeretjük, mint a nagy csomagosat, más a nógrádi ropira jobban hasonlít a tésztája, lehet, hogy ott is gyártják egyébként, azt így nem tudom, hogy rajta van-e. Szerintem nincs rajta, csak az, hogy lidülös, na mindegy, és ezt nagyon szeretjük. Meghoztunk egy kartonvizet, mentes vizet nekem, meg hoztam egy következő heti lidülös újságot, hogy tudjam, hogy mi akciós, mert nem árt, ha figyeljük. Meghoztunk egy kiló kenyeret is. Úgyhogy ennyi a nagy bevásárlás, hát nem egy nagy vasszizdasz, ez 20.030 forint volt mindennel együtt. Ugye a kenyérrel együtt 21. Úgyhogy ez egy, hát egy ilyen bevásárlás csak a hétvégére. Úgyhogy ez a tudsz mennyiség jött velünk. Köszönöm, hogy megnéztétek, jövök még. Sziasztok, voltam az irodám bent, és bementem a 60-i
hogy hívják azt, ilyen family park, tehát ilyen estop, áruházak. Jöszk, Pep, Kodak, Teddy, Kik. Bementem a Kikbe, végül is nem sok mindent vettem a Kikben, ezt nem ott vettem. A Kikben vettem magamnak 2 darab ilyen lilás-kékes térnadrágot, 40-es méretben, mert felpróbáltam, és nem tudom, hogy ezek az anyagok hogy viselkednek. 2 darabot vettem, én nagyon szeretem ezeket hordani, meg melóba is szinte csak ilyet hordhatok, úgyhogy vettem 2. Ha jó lesz, akkor ha legközelebb Kik környékén járok, akkor veszek még. Én ezeket szeretem, aminek a térdénél ilyen randja van. Ennek 2800 forint volt darabja. Itt látható 2800 forint. Meg ott vettem még 2 hajgumit. Ennyi. Ennyi volt a nagy bevásárlás, 400 forint volt a 2 hajgumi. Megtetszett, hogy ilyen szürkés, ezüstös, kicsit csillogós színű. Tök jó. Aztán átmentem a mellette levő Pepkóba, mert ajándékot akartam venni, megyünk rokon látogatóba, és hát óvodai ballagás, meg egy másodikos kisfiú, elég nehéz kiválasztani, hogy mit vegyek neki. Elvileg volt a Pepkóba egy olyan akció, hogyha 3 játékot veszel, akkor a 2 áráig kapod, hát én szerintem ez nem jött össze, na teljesen mindegy, mert nem tudtam olyan játékot választani. Vettem a kisfiúnak egy walkie-talkie-t, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez fog-e működni, nem volt drága, 2300 forint. A kislánynak vettem egy ilyen Barbie-t, aminek nagyon vagány, de a hasán, ha megnyomod, akkor így világít. Nem tudom, hogy hányszor kell megnyomni. Szóval nagyon bag ez Barbie baba. Na, aludjál, Barbie. Gondolom, majd le fog állni. Nagyon vagány. Van hozzá egy pár darab ajándék, meg póthaj. Nagyon bag ez. Ezt találtam, mert azt tudom, hogy szereti a Barbie-t. Meg vettem ilyen tollast, ami egyébként egy elég nagy ilyen hálós tollas. Nagyon könnyű. Ez szerintem tetszeni fog nekik. Hát, meglátjuk. Ugyanott a Pepkóba vettem ezt a 2 kenyérformát, mert akarok majd olyan sütit sütni, például banánkenyér, vagy ilyen rakott csirkemell, vagy ilyesmi, és ilyen tepsim nem volt, és most eszembe jutott a Pepkóba. Plusz vettem zacskó záró csipeszt, ezt én nagyon szeretem. Annó én a Jyskbe vettem, de ott vagy eltűnt, vagy baromi drága lett, már nem tudom. Vettem a cicáknak egy tányért, mert kintre is akarunk neki kenni adni, és ezt a Pepkósat én nagyon szeretem, ez 550 forint, nagyon szép zöld, úgyhogy vettem nekik még egyet. Nem vizet szoktunk nekik adni, ebbe száraz tápot, de 3-an vannak, tehát 2 ilyenbe tudnak enni. Vettem 3 tölcsért, 3 méretben, 390 forint, hát ez tényleg potom összeg volt, tök jó. Meg még vettem egy ilyen gyöngyfűző készletet a kislánynak, kíváncsi leszek rá, hogy tetszeni fog-e neki, majd leülök vele gyöngyöt fűzni. Aztán bementem a Rossmannba, nem sok mindent vettem, vettem egy ilyen apentás innivalót, mert már majd megpurcantam szomjan, és ezek az apenták egyébként nagyon finomak, meg vettem 2 limitált duck WC tisztító fertőtlenítőszert, ez valami limitált summer meg flowers, ilyen virágillatú. Ez volt a legolcsóbb, úgyhogy ezt vettem meg. Szóval ezeket vettem, tényleg nem vásároltam sokat. Inkább csak szétnéztem. A nadrágnak viszont nagyon örülök, mert ezt a fajta nadrágot olyan nehezen szoktam megtalálni, úgyhogy ennek nagyon örülök. Úgyhogy ennyi volt ez a kis irodista kiruccanásom. Sziasztok! Megint itt van egy kisebb bevásárlás. Ez egy ilyen munka előtti kell pár dolog című bevásárlás. Na, mutatom. Vettünk egy Sprite-ot, egy sima, eredeti, nem cukormentes Sprite-ot, meg egy Freeway medgyet, ezt ugye már mutattam nektek többször, mi ezt azért szeretjük, és aránylag jó árban van. Vettünk egy Lidl-ös édes ketchupot, ez egy 1 kilós ketchup, ilyen, hát nem tudom az árat pontosan, mert annyira már nem is figyelem, de teljesen mindegy is, ez egy 1 kilós ketchup, szeretjük egyébként. Meg vettünk egy majonézt is, mostanában rákaptam arra, hogy a szendvicsekbe teszek egy kis margarint, a felvágottat, meg egy kis majonézt, és a majonéz annyira feldobja a sima natur párizs is, vagy szalámi szendvicset is, hogy nekem nagyon jól esik, úgyhogy vettem egyet, mert ami itthon volt, az már nagyon fogyóban volt. Vettünk egy
vajas popcornt. Ezt néha esténként szoktuk csemegézni, én és a cicák konkrétan. Egyébként nagyon finom ez a Lidl-ös popcorn, ezt nagyon szeretjük. Három csomag van benne, mikróba ki tudod sütni, és aránylag nagy arányban pattog ki, tehát nem az van, hogy a fele ott marad kukoricaszem formájában a zacskóban, hanem nagyon jól kipattog. Vettünk kettő fejtett babot, mert én zöld babot szeretnék csinálni apának, és én szoktam beletenni neki. Vettünk egy szarvacskát, mert a holnapi kaja pörkölt lesz és tészta. Kérdeztem, hogy nokedlit szeretne, vagy tésztát, és ő a tésztára szavazott, úgyhogy azt kap. Vettünk négy joghurtot, ez egy ilyen 40 dekás joghurt, meggyesből kettő, meg epresből kettő. És a joghurthoz vettem ezt a vajas kekszet, amit a múltkor is mutogattam már nektek, hogy ezt mikor beletördelem a joghurtba, olyan finom, kitesz egy reggelit. Nem diétás, nem ízét, de nagyon finom, úgyhogy ezt én ezzel szoktam enni így. Vettem egy 100%-os almalevet, ez egy 1 literes 100%-os almal, én meg szeretném kóstolni. Vettünk két tábla tejcsokit, ezt az egész magyaros csokit, ez nagyon finom a Lidl-ben. Vettem egy 90, nem igaz, mert hazudok, kettőt vettem, csirkemell sonkát, ezt a 92% hústartalmasat. Ezt nagyon szeretem, én mint finnyás is megeszem. Vettem egy piknik szeretet, ez fú zsír szerintem, de én nagyon szeretem. Megvettem kettő ilyen sertés párizsit. Ez is nagyon finom egyébként, úgyhogy tök jó. Vettem egy uzsonnás tasakot, ez 1,4 literes 120 darabba, ami 300 forintot, tehát remélem, hogy a három szendvicsem belefér, majd elmegyek a 100 forintos normális zacskót venni, de elfelejtettem mostanában, és teljesen kifogytam, hogy muszáj volt már zacskót vennem. Vettünk egy vegyesvágott savanyúságot, egy ubit, egy mi ez? Céklát. Cékla? Igen, egy céklát. Ugye nálunk a savanyúság az elengedhetetlen. Vettünk vagy 6 csomag ropit. Ez a fajta ropi nagyon finom. Vettem 3 kiló lisztet. Azért vettem csak ennyi lisztet, mert halványira gőzöm nincs, hogy miből mennyit lehet venni, és úgy voltam vele, hogy viszek, hogy legyen itthon. Majd tervezek egy olyan nagy bevásárlást, hogy elmegyek egy listával, hogy kartoncukor, kartonliszt, kartontej, bemegyek a boltba, és megkérdezem az eladókat, hogy miből hány darabot lehet, és felírom magamnak, és úgy fogok elindulni a kasszához, hogy az jó legyen. Mert most például menni akartam 4 tejet, de mondta a hölgy, hogy a kassa csak 3-at enged, úgyhogy egyet külön kellett kifizetni. Aztán vettem vöröshagymát, vagy 8-at, 6-ot, 8-at, nem sokat, hogy ne romoljon itt ránk, mert már megvan. Megvettünk 12 darab energiaitalt, ugye én 4 nap megyek éjszakára dolgozni, az nálam napi 2 energiaital, nem mindig iszom meg, de így szoktuk megvenni egyszerre, mert az olcsóbb, mint akárhol máshol, és akkor így megvesszük, és el vagyok a 4 napig, nem kell boltba menni. Szóval ezeket a cuccokat vettük. Nem sok minden, tényleg ez egy ilyen mini bevásárlás, de 17 ezer forintot fizettünk, úgyhogy nem kevés ez sem, és csak ketten vagyunk. Na, úgyhogy ennyike. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem legközelebb is. Puszi!